Így néz ki madártávlatból a Tiszabecs szomszédságában lévő beeresztő műtárgy. Ez is a része annak a több mint 16 négyzetkilométeren fekvő Tiszatúr tározónak, melynek építését 2021 elején kezdték meg, és a napokban fejezték be. A rendszer több szempontból fontos lesz a Beregi és a Felső-Szabolcsi térség számára. Megoldást jelent az esetleges árvizek ellen, de alkalmas lesz arra is, hogy az idei évben tapasztalt történelmi vízhiány okozta károkat is mérsékelni tudják vele. Egy komplex mintaértékű projekt valósult meg itt a Tiszatúr közén. Egyrészt segíti a többletvizeknek az elvezetését, az árvíz és a belvízvédekezést, illetve a vízpótlásban is nagy segítséget fog nyújtani, hiszen ha a beeresztő műtárgyat megnyitjuk rendkívüli árvízkor, itt a térségben közel 50 cm-es apasztást tudunk elérni a gátak között az árvíz szintjével kapcsolatban. Megújultak a belvízelvezető csatornák a Tiszatúr közén, alkalmasak a vizek visszatartására, a káros vizek gyors elvezetésére, illetve épült egy 1 köbméter per szekundumos szivattyú telep a Tisza partján, amivel a Tisza túrközének a vízellátását, vízpótlását tudjuk megoldani. A Beregi, valamint a Szamos-Kraszna közi után ez a harmadik olyan tározó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely jelentősen csökkenti az árvíz veszélyét. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője ugyanakkor kiemelte, komplexitásában ez a rendszer egyedülálló az országban. Közel 36 milliárd forintba került ez a beruházás, ez egy nagy projekt. Nem sok ilyen van az országban. Az ágazatban azért egy ilyen 15-20 projektet ebben a ciklusban ilyen nagyságrendben végigcsináltunk. Van tapasztalatunk, és hát azt mondhatom szerencsére, hogy a végére már a kivitelezés is jól felnőtt a feladathoz, és itt is egy jó minőségi műtárgy, egy létesítmény épült. Román István, a megyei kormányhivatal főispánja arról beszélt, az árvízvédelmi biztonság megteremtése után nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az idegen forgalomban is még inkább ki tudják használni a felső Tisza adottságait. Nyilvánvalóan a feladatunk nekünk, maiaknak, hogy a folyó adottságaival megfelelően gazdálkodjunk. Természetesen a folyó az veszélyeket is rejt magában, ezt a térségben élők többször is megtapasztalhatták már akár az elmúlt évtizedekben is, tehát miközben gazdálkodunk a folyóval, figyelemmel kell lennünk arra, hogy a biztonságot meg tudjuk teremteni. Mert a biztonság az alapja mindennek, a gazdasági fejlődésnek és az életminőségnek is, és ezért azt gondolom, hogy rendkívül fontos az a beruházás, ami megvalósult. Ezzel együtt mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a víz az nem csak veszélyt jelent, hanem rengeteg lehetőséget is mindannyiunk számára. Gondolok itt a természet nyújtotta szépségekre, az ebből eredő turizmusra, az ökológiai adottságokra. A tározóval már a nyári próbaüzem időszakában számos korábbi vízi élőhelyet újra töltöttek, és a holtmedrekbe is tudtak vizet engedni. A pótlás azonban még sürgetőbb a nyírségben, ez lesz a következő évek legkomolyabb vízügyi beruházása a megyében. Az árvízvédekezés az nagyjából úgy tűnik, hogy befejeződött, tehát a szükséges víztározók, árvízi víztározók azok megépítésre kerültek, illetve kerülnek. A vízpótlás lesz a következő nagyon fontos feladat, erről főigazgató úr is beszélt. Elkezdődik ennek a megvalósítása egy tervezési szakasszal, 2,8 milliárd forintos kiadós támogatással jövő év végére kész lesz a nyírség vízpótlásának a terve, és hát reméljük, hogy talán a kivitelezés is elindulhat, hiszen az ez évi asszályos időjárás mindennél pontosabban bizonyította, hogy milyen nagy szükség van a vízpótlásra is itt a térségben, itt is, de a nyírségben pedig főleg. Az átadó ünnepségen elhangzott az ár és a belvíz elleni védekezés, valamint a vízhiány megelőzése mellett a vízminőség javulásához is szükségesek fejlesztések. A vízügy olyan rendszerek építését tervezi, amely a vegyi anyagok, a nehéz fém, valamint a főként Ukrajnából érkező PET és kommunális hulladékok ellen egyaránt megoldást jelenthet.